Egész délelőtt sültek a finomabbnál finomabb ételek a tárcsákon. Kéten szombaton tartották meg a település már hagyományos kolbásztöltő fesztiválját. Az idei programon húscsapat készített ételeket, és voltak, akik igazán különleges ínyentséggel készültek. A Kisdorogról érkezett vendégek például egy citromos kolbászt hoztak. A receptet egy évvel korábban ők fejlesztették ki, azóta pedig akárhol bemutatják, nagy sikert aratnak vele. Citromot reszeltünk bele 5 kilóhoz 3 darabot, a levét is beleraktuk, raktunk bele borsikafüvet, sót, fehér bors, egy kevés fekete bors, és snidlinget vágtunk bele egy olyan marékkal, só, összekevertük, és utána ízlés szerint még, hogy na, mi is kell bele. A kéti kolbásztöltő fesztivál egyben egy különleges testvértelepülési találkozó is. A Kárpát-medencében ugyanis nem csak a magyarországi falu nevében fordul elő a két szó. Lengyelországban egy kisvárost szintén így írnak, bár Kentinek mondják, felvidéken pedig érsekkétiek is élnek. A három két lakói minden évben együtt ünnepelnek idehaza egy nyári napon, idén pedig csatlakozott hozzájuk egy csehországi település is. Szeretettel várnak mindig, és mindig megismerünk új embereket, mint most. Képzeljétek el, hogy mi most tocsnit sütünk a mi tárcsánkon, és kaptunk kölcsön a itteniektől egy tárcsát, hogy kisütjük a kolbászt. És így egyszerre tudunk végezni. A tocsnival, meg a kolbászra is. Az idei kéti kolbásztöltő fesztivál különleges volt, hiszen a húsételek mellett a méhészet és a méz is nagy szerephez jutott a rendezvény során. A programokat ugyanis egy nagyszabású nemzetközi, a V4 országok részvételével zajlott méhészeti konferencia keretében szervezték meg. Az idei rendezvénynek egyébként az a címe, hogy a visegrádi országok kulturális és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése a méhészet és a mézből készült termékek segítségével, és ez most a negyedik kolbásztöltő fesztiválunk, amiből 3 nemzetközi lett, ez is nemzetközi, és egy a Covid miatt csak egy ilyen sima kolbásztöltő volt, de egyébként pedig idén is eljöttek hozzánk a testvértelepüléseink delegációi, akik a saját szájuk íze szerint készítették el a kolbászukat, illetve nagyon sok olyan ételt készítettek még, amit majd itt bemutatnak. A délelőtti gasztronómiai programokat délután kulturális fellépések követték, a résztvevők pedig éjszakában nyúlóan mulattak.